Hát most, hogy hangzatosan kezdjem, hölgyeim és uraim, azt mondhatom magamról, hogy kicsit olyan vagyok, mint amikor egy házi macska betéved mondjuk a párducok közé. Birkózásról lesz szó, hogy miért a sportszeretők ma Magyarországon, azt hiszem egytől egyik tudják, az olimpia után a helyzet az, hogy kell is beszélni egy kicsit róla, hogy mindannyian többet tudjunk. Ami a házi macska mi voltomat illeti, szóval én nem értek a birkózáshoz röviden szólva, de nagyon értelmesen fogok figyelni és hallgatni, mert jó tanítómestereim kell, hogy legyenek, hiszen Tóth István, már volt vendégem, kétszeres világbajnok, azt mondják az ilyen emberre, aki az egész életét egy dolognak szánja, mint ahogy te magad, a birkózásnak, azt mondják, hogy amit ő nem tud a birkózásról, azt már nem kell megtanulni. Lévai Zoltán, viszont ifjabb Lévai Zoltán, viszont ő még az odavezető úton van, igaz, 20 éves, igen. Na hát ő akkor már idős ember, de ehhez ő junior Európa bajnok, igaz? Igen. És még 8 bronzérmed is volt, 9. Az oda vezet 9 bronzérem különböző korosztályos nemzetközi versenyeken. Hát elég sokat kellett birkózni, hogy el lehessen jutni a címig. Egy pletykával kezdem, hogy igaz-e, hogy 4 éves, az nem pletyka, hogy 4 évesen kezdtél el birkózni. Igen. Amit hogy föltetően azt sem, mert olvastam, hogy édesapád vitt el, mert hogy ő is birkózó volt. De a pletyka azt mondja, hogy pityeregtél, nem akartál. Igaz ez? Hát igaz. Egy kicsit van benne igazság. És mi volt a... Ez hogy hangzik el, hogy Zolika, te ma birkózni mész? Pontosan, igen. Ez így történt. Táton laktunk, és... Hol? Táton. Tát. Egy ilyen kis faluban, és akkor egyszer csak elmúltam 4 éves, kezdődött ugye az óvoda, és apukám úgy döntött, hogy nekem is el kéne kezdenem sportolni, mert hát mégiscsak azért jó, hogyha egy közösségbe tartozik az ember, barátokat szerez, úgyhogy levitt az edzőterembe, de hát azért keserves volt ez a dolog, mert nem tudtam, hogy mire számítsak, úgyhogy elkezdtem pityeregni. Addig soha nem láttad édesapádat se birkózni, meg nem jártál vele az edzőterembe? Nem emlékszem rá, hogy mentem volna. Tehát ez volt az első találkozásod, és szép nagy darab izzadós emberek csapkodták oda egymást. Nem nagyon tetszett még az elején. Hát ebben nem nagyon lehet beleszeretni az ember, magát képzeli oda. Na de hát most nem kérdezem, hogy változott-e a helyzet, mert akkor ez egy hülye kérdés, nem itt nem mondjak. Tóth István pedig ismered ezt a fiút, ugye? Jól. Igen, jól ismerem. Mi elég hosszú ideig egy klubba voltunk, hát gondolom, hogy nem ezért kerültünk most itt össze, hanem az eredmények miatt. Hát visszatérve a Zolika jelpityeredet, az apukája egy borzasztó, szuggesztív, erős egyéniség, őrültje a birkózásnak. Azt mondom, a legjobb utánpótlás nevelő edző ma Magyarországon, hát remélem, hogy lesz még más is belőle. Nem csodálkozom, hogy Zolika elpityergett akkor. Úgyhogy mi voltunk egy klubban, minket úgy is hívtak, hogy BVSC Ganztát, BVSC Degatát, ahogy a szponzorok változtak. Egy 5 évvel, kb. 5 évvel ezelőtt váltunk akkor el egymástól. Akkor az ő képességét vagy tehetségét ismered? Abszolút, abszolút. És a lehetőségeit a mai birkózásban? Mind a ketten kötött fogásúak, hogy tisztázzuk, hogy majd erről hadd beszéljünk, mert bármennyire is ugye nevetséges, hogy az ember ne tudja a különbséget, de azért a mi nézőink nem kifejezetten sportszakértőkből rekrutálódnak. Én nagy jövőt jósolok az Olinak. Szeretem, szurkolok neki, ha lehet, akkor támogatom is, hogyha egy-két mondatot kell hozzátenni valamihez. Én komoly jövőt jósolok neki. De hát egy junior Európa bajnoknak, hát az nem nehéz már nagy jövőt jósolni.
Hát biztos, hogy voltak, és éppen ezért is kaptam rá arra, hogy a birkózásról beszéljünk ebben a műsorban, hogy ez a műsor, nem hiszem, hogy láttál belőle is, eleget birkózol ahhoz, hogy ne tévé előtt üdögéljél és nézzed, ha lehet, akkor inkább pihensz. De ennek a műsornak az volt az eredeti ambíciója, hogy nézzük meg, hogy egy nagybajnok idejétől számítva, illetve egy mai leendő nagybajnok eshetőség idejétől számítva, mit változott a sportág. Tehát mikor elkezdte ifjabb Lévai Zoltán, mi volt a birkózás, és mi volt akkor, amikor te elkezdted néhány évvel korábban, mint ő. Mert hogy teli van a magyar birkózó társadalom, ebbe beleértem a szurkolóit is panasszal, hogy minket sérelmek értek. Erre van bennünk hajlam, hogy a sportbeli vereség sokszor sérelemre hivatkozik, de most úgy néz ki, hogy tényleg ezzel a sportággal nincs minden rendben. Most ezt kéne egy kicsit nyomozgatni. De előbb legyetek szívesek, mondjátok meg, hogy a kötött fogás és a szabadfogás közt mik azok az alapvető különbségek, amelyekért ez teljesen szétvált és külön ágaként kezelik? Hát ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, a kötött fogásban a lábhasználata az nem megengedett. Gondolom, tevőleges. Állásra igen, csak igen, a tevőleges, nem tehát gáncsolhatsz, igen. Meg nem foghatod meg. A szabadfogásnál viszont a lábhasználata az megengedett, használják fogásokra az ellenfelet kibillenteni a helyzetéből. Tehát alapvetően ez a különbség közötte. Én azt gondolom, hogy az elmúlt néhány év alatt megpróbálják a szabadfogást, meg a kötött fogást még jobban szétválasztani. Nem mondom, hogy két sportágá, de sportágon belül elég nagy különbséget próbálnak, még azzal is, hogy a súlycsoportokat is megváltoztatják. Valamikor a súlycsoportok azok a kötött fogásba is, meg a szabadfogásba is egyformák voltak, tehát ugyanazok voltak. Ma már nem ugyanazok minden súlycsoport, tehát minden súlyban nem ugyanazok. Tehát próbálják különvenni. Mint ahogy a birkózásba is ugye behozták a női szakágat. Mint ahogy tulajdonképpen, és akkor már benne tartunk, a közepébe bele is vágtunk, a birkózás ugyanúgy, mint a többi sportág is, próbál a televízióhoz igazodni. Aki nem felel meg, az a sportág, amelyik nem felel meg a televíziózásnak, az hátrányt fog szenvedni. Az valamilyen formában kikerül a fősodrásból, és hát a birkózás is pontosan ezekkel a problémákkal küzdik, és elég sok változást hoztak a televíziózás érdekében. Mi az, ami pregnáns, ami tipikusan a televízió miatt változott? Azt gondolom azt, hogy valamikor a világversenyek azok 3 napig tartottak. Minden reggel mérlegelnünk kellett, de legalábbis az én időmben. Tehát minden reggel mérlegelnünk kellett. Ma én azt mondom, hogy ilyen értelemben előnyére, tehát a televízió szempontjából egy napos a verseny, este lemérlegelnek, másnap elkezdődik 10 órakor a verseny, és valamikor 6-7-8 óra körül befejeződik a súlycsoportnak a versenye. Tehát a létszám kötött, az indulók létszáma? Maradjunk az olimpiai formátumnál. Olimpiánál kötött, ez elég hátrányosan érintett bennünket, birkózást, mert ugye ahogy beléptek a nők is az olimpia műsorába, akkor a kötött szabadfogásnak le kellett a súlycsoportokból adni belőle, tehát a létszám az kötött maradt, magára a birkózásra, mivel nőkkel többen vagyunk, tehát a súlycsoportok kevesebbek lettek egyet fogásra. Tehát a befogadó az összlétszám maradt, és ebben még a lányokat is be kellett nyomni. Eljutottunk odáig, hogy nehezebb az olimpián részt venni, maradjunk a birkózásnál, nehezebb az olimpián részt venni, mint az olimpián viszonylag eredményesen szerepelni. Tehát ott egy kötött létszám. Tehát amikor azt mondod, hogy nehezebb az olimpián részt venni, nehezebb bejutni. Bejutni, igen. Az olimpiai kvótát megszerezni. Így igaz. Tehát nehezebb a kvótát megszerezni, mert Európa világbajnokságon szerencsére a birkózás az nagyon népszerű, és nagyon sok tagországa van, tehát 100 fölötti a résztvevő országok száma, nagyon sokan indulnak,
viszont az olimpia műsorán csak kötött a létszám, tehát bejutni egyre-egyre nehezebb. A hölgyeknél is van kötött fogás és szabad fogás egyaránt? A hölgyeknél szabad fogás van csak. Csak szabad fogás? Csak szabad fogás van. Ennek furcsa logikája, nem? Hogy... Annyira azért nem, mert azért a nők, és hát ugye ott a állásból való birkózásnál ott fölül azért ott eléggé fájdalmas lenne szorongatni ott egymást a nők. Könnyebb nekik szabad fogásban birkózni, ezt jól értem? Hát egészségesebb, szerintem. Mivel hogy a szabad fogásban lehet lábra menni, akkor inkább lábra mennek, mint hogy a fölül azon a részen ott szorongatják egymást, azért nem az nem egészséges. Igen, a mellüket. Érdekes, mert ugye az ember úgy gondolja, ahol minden szabad kvázi, az azért veszélyesebb az egészségre, de ez megint érthető. Mivel kötelező volt az, hogy a nők is részt vegyenek, mert maga a sportág került volna veszélybe, ha a nőket is nem visszük be, tehát olyan sportág, súlyemelés, ökölvívás, tehát a nők szerepet kaptak. Én azt gondoltam nagyon régen, hogy ez nem a nőknek való sportág. Ma azt látom, hogy jól birkóznak, nagyon jól elsajátították a birkózást, és még csinos nők is nyernek. Tehát nem csak egy olyanok, akik alkalmasabbak a testi felépítésüknél ezekre a küzdő sportokra. Nem, csinosak is, és még győzni is tudnak. Tehát... Hány meccset kell egy olimpián megnyerni ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen? Ötöt. És négyet. Hogy? Vagy négyet. Négyet, ötöt, igen. Az mitől függ? Mert nem minden súlycsoport azonos létszám? Azonos létszám. Van olyan súlycsoport, ahol többen vesznek részt, tehát kaptak pluszkártyát, de általában hasonló a létszám, ilyen 16 fős. Tehát egy napra 5 mérkőzés esik. Előfordult az például azokon a tornákon, nemzetközi versenyeken, amint te már indultál korosztályosba. Előfordult az, hogy egy nap 5-ször kellett birkózni? Általában ez a szokás, igen, hogy 5 mérkőzést kell nyerni ahhoz. Nekem például az elmúlt 10 világversenyen, ahol érmes tudtam lenni, szerintem abból 8-on biztos, hogy 5 mérkőzésem volt. 7-8. És azt is egy nap alatt lebonyolították, és azzal volt vége. Igen. Mellesleg szóval itten láttam egy adatot, ha már itt tartunk. Igen, 5 meccs valóban. Tehát ezen a 2016 júniusban, amikor EB-t nyertél, ugye Európa-bajnok lettél. Én 96-os születési vagyok, és a 96, 97, 98-ban születettekkel kell birkóznom. Uh-huh. Szóval én voltam a legidősebb. A legidősebb, és 33-1 volt a pontarány. Tehát összesen 1 pontot csináltak rajtad 5 meccsen. És az mi volt? Megintés? Vagy? Igen. Az is megintés volt. Szóval azt is a bíró csinálta. Igen. Magyarul. Na, akkor itt vagyunk a bíróknál, hogy ne elmélkedjünk. Tehát egyszer van a kötött fogás, ahol nem lehet lábat leegyszerűsítve. A láb nem vesz részt a birkózásban. És mit nem lehet még a kötött fogásban? Mert azért vannak szabályok, amiket jóha tudnak. Például az, hogy miért inthet meg a bíró? Két dolog az, hogy a szabályokban olyan, tehát olyan helyzet, ahol a másik megsérülhet, tehát eltörhet valami, ilyen helyzeteket nem szabad, tehát kartörni, nem szabad, tehát ilyen helyzetet előidézni, de a másik dolog az, hogy mi érinthet a bíró. Én elég sokáig voltam nemzetközi bíró, tehát a világversenyeken ott voltam. Minden alkalommal, tehát minden világverseny előtt van egy, meg versenyek előtt van eligazítás. Minden nap van eligazítás. Van aztán, amikor az első nap után némelyik bírót kizárják, leszúrják. Tehát személyre szólóan is megmondják, hogy ő mit csinált rosszul? Van, amikor személyre szólóan is megmondják. Tehát ha nagy hibát követett el, akkor személyre szólóan is megmondják. Tehát tulajdonképpen a verseny előtt eligazítják a bírókat, mit kell, hogy kell csinálni. Tehát
tehát az elmúlt 10 évben elég gyakran változtak a szabályok a birkózásba. És ezen belül is azért amikor még, ne, tehát még ha nem is változott a szabály arra a versenyre, de akkor is bizonyos szempontokat, hogy most melyik a fontosabb, hogy letolják a versenyzőt, vagy lemenekült a versenyző, melyiket büntetik, melyiket jutalmazzák. Hát ez egy eléggé szubjektív megítélés. Abszolút szubjektív megítélés. Hát nem akarok magammal példálózni a moszkvai olimpián. Egyértelműen az volt addig a bevett szokás, hogy aki megy előre, aki úgy próbál menni, hogy a másik lelép a szőnyegről előre, akkor általában azt jutalmazták, aki ment előre, és az ellenfele lelépett. A moszkvai olimpián volt, engem intettek meg azért, mert mentem előre, és azt mondták, hogy letoltam a másikat. Tehát ez egy olyan jó példák, tehát az, hogy lemenekül, vagy letolja, ez abszolút szubjektívan a bíró eldönti, hogy na most az a három bíró, aki fenn van a szőnyegen. Ez volt az, amit a múltkoriban, amikor találkoztunk, elmondtál, hogy tulajdonképpen, hogyha kettős vereség van, akkor te vagy az olimpiai bajnok. És előtte is évben, és a következő évben is világbajnok volt. Így igaz. Hát ezen nem az ember csak arra gondol, hogy itt valami turpiság van, mert ugye az, hogy annak a megítés, hogy tolják vagy húzzák, hogy úgy mondjam, az Na most közben akkor is változott, igen, akkor egyrészt a bíróra van bízva, és akkor is változott a szabály, mert amikor az első világbajnokságot nyertem, akkor még nem volt parterhelyzet. Amikor a másodikat, akkor már volt parterhelyzet, és a Kisferinek, a volt mesteremnek nemrég temettük el, a hangja mindig a fülembe cseng. Egy jó birkózónak bármilyen szabályt hoznak, akkor is meg fogja az ellenfelét verni. Tehát hozhatnak olyan szabályt, amikor össze kell kapaszkodni, volt ilyen szabály, és akkor amelyik előbb indítja az akciót, amelyik elengedi a másikat, tehát abszolút ki volt éve szubjektív döntéseknek a birkózás, a résztvevő versenyzők, és ha már itt tartunk, akkor a most elmúlt olimpia. Nagyon sajnálom a gyerekeinket, akik kint voltak, tehát a kötött fogásba 4 birkózónk volt kint, mind a 4 alkalmasak arra, hogy érmet szerezzenek, tehát jó birkózók voltak kint. Én megítélésem szerint, meg a hallottak alapján, akik bírók, akik delegálva voltak, azok nem a legjobbak voltak. Tehát nem... Elég sok szubjektív megítélés. Elég sok gyenge bíró volt kint. Nem voltunk képviselve, tehát magyarok közül nem volt bíró. Nem volt magyar bíró. Hát ez az utóbbi éveknek a problémája, hogy régebben 3 bírót menedzseltünk úgy, hogy 3 bíró tudjon az olimpián részt venni. Most az utóbbi években már 2, 1, és aztán hát a Péteri Laci volt az, aki kimehetett volna, és ő se tudott kijutni. Úgyhogy ez elég komoly probléma volt. Értek téged már a pályán eddig is ez hasonló esetek, amikor érezhetően teljesen szubjektív megítélésnek estél áldozatul, hogy úgy mondjam? Igen, idén is volt egy ilyen alkalom az U23-as Európa-bajnokságon, amikor az elődöntőben birkoztam a grúz ellenfelemmel, és van egy olyan szabály a birkozásban, hogyha valaki akciót indít a két birkozó közül, azt fogják tolerálni, és hogyha nem sikerül az akció, akkor se, tehát hogy ne legyen akkora rizikó, akkor azt mondják, hogy ha lekerülnek a földre, az pont általában. De hogy ne legyen akkora veszély a fogást indító birkozónak, azt mondják, hogy állás. És van, lehet kérni challenge-et is, hogyha nem értünk egyet a bírói döntéssel, akkor kérünk egy challenge-et, és akkor visszanézik kamerán, hogy vajon igazunk volt-e, vagy sem. És azon a mérkőzésen én elindítottam egy akciót, és a bíró úgy döntött, hogy hát ez nem az én akcióm volt, hanem az ellenfelemé, kértük is a challenge-et, de
szubjektív döntésük úgy adott, hogy hát a grúznak adják a pontot. És hát ez megnézték? Visszanézték, és még akkor is azt mondták, hogy nincs igazunk. És ti, a látvány egyértelműen azt sugallta, hogy te voltál hát, a kezdeményező. Mert ez egy kicsit a vívósportra hajaz, ugye, hogy a kezdeményezést valamiféle konvenció támogatja, hogy ki volt a támadó, kvázi mondja a vívás, a kardvívás és a tőrvívás. Tehát ezt meg lehet állapítani, hogy ki kezdi az akciót. Tehát ha jól értem, tehát ha az akciót te kezded, de nem sikerült, és földre kerültök, akkor megállítják, és állásból folytatódik. Igen. És ehelyett pontot kapott ő. És folytatódott lentről a mérkőzés, aztán így elment az egész. Uh-huh. Túl sok pontot szerzett így, utána meg már hiába történt a legelején az egész. Nem volt elég rá 5,5 perc, hogy visszahozzam. Van-e jelentősége ezek szerint annak, kérdezem, hogy hát hogy kell ezt finoman megfogalmazni, de nem is kell finoman megfogalmazni. Ezek az eligazítások, amelyek egy-egy világversenyen, így az olimpián is zajlanak, sugallnak valamiféle egyebet is, mint sem a szabályok értelmezését? Tehát amíg én ott voltam, tehát ennél többet nem sugaltak, de az érzékeny fülűnek annak érezni kell azt, hogy mi között kell majd mérlegelnie, de igazából arra összpontosultak, hogy azokat az elveket, azokat betartsák, amiket. Tehát egyik versenyen, amikor lemenekül valaki, az büntetik annyira, a másik versenyen az, aki letolja látványosan, az büntetik annyira. Én, tehát olyan azért nem volt, hogy azt sugalták volna, hogy most a nem tudom milyen nemzetiségűnek kell győzni. Tehát látványosan... Hát ez nem is lehet. Nincs ilyen. Tehát nem volt ilyen. Az, hogy közülünk bíró nem került ki, az már lehet, hogy egy ilyenfajta taktikázásnak az eredménye. Tehát nem véletlen, hogy nem volt ott kint bírónk. Én azt hiszem, hogy arra sokkal nagyobb hangsúlyt kell a jövőbe fektetni. Egyrészt a Nemzetközi Szövetség vezetésébe képviselve legyünk, meg az, hogy... Végül is Magyarország elég erős képviselete volt a Nemzetközi Szövetségben. Ahogy emlékeimben kutatok visszafelé, egész Matura Mihályig vissza akár. Én remélem, hogy a jövőben is így lesz ez. Ugye tudjuk azt, hogy a birkózás néhány évvel, tehát szó volt arról, hogy kikerül az olimpia műsorából, és hát komoly változásoknak kellett itt történni, történtek is, egy teljesen új vezetése alakult a Nemzetközi Szövetségnek, és a mi képviseltünk ez idő alatt megszűnt. Tehát nekünk ilyen nagy erőket kell ahhoz mozgósítanunk, hogy újra képviselve legyünk megfelelően. Én azt gondolom, hogy alkalmasak vagyunk arra, jó birkózó nemzet vagyunk, bár az eredmények most az olimpián nem ezt tükrözték, de versenyeket nagyon, nagyon sportszerűen, nagyon szépen rendezzük, tehát benne vagyunk a birkózás vérkeringésében, nekem meggyőződésem, hogy vissza fogunk a Nemzetközi Szövetség vezetésébe is kerülni. Most emléképeimben van, de nem fogom tudni elhelyezni, azt hiszem pontosan, hogy volt egy eset, talán valamelyik világbajnoki címedért küzdöttél éppen, amikor pont fölénnyel vezettél, igen jelentősen, és egy japán, talán a mérkőzés vezető bírója, kétszer is megpróbált leléptetni. Van olyan versenyzőtársam, aki el tudja mondani, hogy 76-ban a nem tudom milyen nemzetközi versenyen is a hatodik mérkőzése az kivel volt. Én megmondom, megvan. Én nekem ezek... Mustafi szovjet ellen 6-3-ra álltál, illetve nyertél is később, 5-2-nél. Azuma a mérkőzés japán vezetőbírója azt javasolta, léptessék le Tótot. Társai nem csatlakoztak az indítványhoz. Azuma nem nyugodott, még egy kísérletet tett. Szerencsére a zsűri ezúttal sem fogadta el a javaslatot. Tehát létezik egy olyan helyzet, hogy jelentős fölény
a birkózásban 3 pont előny, azzal ki lehet húzni ma már a meccset, akárhogy is. És föltehetően a birkózó ezt is teszi ilyenkor, a időre is játszik, hogy teljen mielőbb, egyszer 3 ponttal vezet, és meg lehet csinálni. Hát ugye a Lőrinc Viktorral is így bántak. Ez egy olyan fura helyzet volt, hogy egy bírónak, tehát bíráskodtam, tehát az jó, ha el van dőlve a mérkőzés, és nem pedig neki kell eldönteni a mérkőzést. Hát szóval pozitívan indulok ki a dologból. Itt el volt dőlve a mérkőzés, nem is sok volt hátra a mérkőzés befejezéséhez. Tehát az, hogy itt még a vezető versenyzőt még incsék, és ezzel vereséget szenved, ez elég ritka. Elég ritka, és nagyon visszataszító. Ráadásul úgy, hogy akciópontot csinált, nem is az, hogy a bíró adott egy pontot, mert hogy passzív volt az ellenfél, hanem rendesen akcióval levitte az ellenfelét a földre, és ennek ellenére fél perccel a vége előtt mégis visszaadták az intést. És... A negyedik intés az, amivel kizárnak, ugye? Tehát 3 sárga, így láttam a olimpián nézve, hogy 3 sárga után lehet, ha negyediket adná, az már... Már a harmadiknál. Harmadiknál? Igen. Igen. Tehát visszatérve ezekre a bírói dolgokra, tehát föltétlenül képviseltetve kell, hogy legyünk. Azért jó, ha legalább 3 bírón kín van, hogy minden szőnyegen képviselve vagyunk. A bírók azok azért vesznek részt a versenyen, hogy sarkítva túlzás, az érdekeinket képviseljék, tehát hogy ne tudjanak bántani bennünket. Ez most megtörtént, bántottak bennünket, nem tudtunk mit csinálni. Nagyon durva volt, ez nagyon durva. Egy bíró, egy jó bíró a mérkőzést úgy is szét tudja törni, hogy akkor, amikor akciót akar indítani, mondjuk parterhelyzetből, a másik akkor szétfújja a mérkőzést, állást. Tehát ha nem történt akció, nem ítélt rosszul, akkor is a mérkőzést meg tudja változtatni. A Lőrinc Tamásnak az előző olimpián volt egy ilyen helyzete, amikor leküldték a koreait, akkor ott gyorsan véget vetettek annak, amikor őt küldték le, akkor meg engedték. Tehát nem látványos, de el tudja a mérkőzés sorsát dönteni. Vagy ahogy a Lőrinc Tamásék, ahogy a versenynek az elején már vereséget szenvedtek, tehát ahhoz is kellett segítség, egy kis segítség. Mondom, tehát nem sok kellett volna ahhoz, hogy a birkózás ugye hozza azt a szintet, amit az előző olimpiákon, amit hozott, mert ha megnézzük, akkor az atlantai olimpián nem hoztunk pontot, tehát ilyen hullámvölgyek vannak a birkózásban is, tehát az eredményeket, ha nézzük. Az azt követő olimpiákon egy-egy érmet szállítottunk, volt, amelyik aranyérem volt, a Majoros Pisti, a Bárdos is annyi hozott ezüstérmet, a Pekingből a Fodor Zoli hozott ezüstérmet, Londonból 2 érem, egy ezüstérem, egy bronzérem, tehát nem volt olyan sok érem. Jobb lett volna, ha több is van, de ez a csapat, ez a 4 ember, ez messze-messze szállítani tudta volna ezt az eredményt. Sajnálom őket. Szóval van egy ilyen nemzetközi, hogy nem tudom másként elképzelni, mint egy ilyen nemzetközi összefogás, mert nem feltétlenül az egy nemzetbeli segíti az egy nemzetbeli, hiszen a bíró nem az ő nemzetéből való. Azt még nem próbálták ki, hogy olyan vezessen meccset. De az is igaz, hogy van jelentősége annak, hogyha benne van, mondjuk egy ilyen Martinetti elnök, biztos, hogy befolyással volt a birkózás egyes mérkőzéseinek alakulására, akár úgy is, hogy neki akartak volna kedvezni, anélkül nem is kellett szóvá tenni esetleg. Abszolút. Abszolút, tehát akartak neki kedvezni, vagy még határozottabban is kinyilváníthatta a véleményét. Nem véletlen volt az, hogy a birkózás ki akart kerülni, vagy ki akarták, vagy egy ilyen veszőfutáson ment keresztül a birkózó sport, és kiderült
hál' Istennek az ereje, hogy annyi nemzet, hogy olyanok, akik nem tárgyaltak országok egymással, Irán, Amerika, ebbe a tekintetben megegyeztek, hogy a birkózás maradjon az olimpia műsorán. Tehát valami kiváltó oka volt neki, vélhetően ez is, mert valami oknál fogva ugye megváltozott az elnökségnek az összetétele is. Tehát biztos, hogy voltak elvárások. Utána, amióta elkezdtél birkózni, és ahogy haladtál előre is, ugye ez egy ígéretes pálya képét mutatja. Ez a tény, amiről itt most ilyen hosszan beszéltünk, talán egy kicsit túl hosszan is, ez a tény sose keserített el, hogy te is bekerülhetsz, ha szemed előtt zajlik, követed az idősebbeket, akiken megesik ilyesmi, meghallod a még idősebbektől, akiket nem is láttál, hogy velük is megesett ilyesmi. Nem estél gondolkodóban néha, hogy jól választottál-e? Erre az a optimista válasz, hogy nem, de mégis voltak-e kétségeid, hogy nem csak tőled függ a dolog? Hát ugye már 16 éve birkózok, de csak 6 éve vagyok ott a válogatott keretnél. 10 évig nem is sejtettem, hogy ilyen létezik igazából. Mert hát kiskorban még ugye azért egész más az itthoni verseny, mint egy Európa vagy egy világbajnokság. És hát amióta elkezdtem járni Európa bajnokságra, világbajnokságra, akkor úgy kezdtem érezni a saját bőrömön, hogy hát itt valami sánti itt a dologban. Mert egyszer-egyszer adódik olyan, hogy mondjuk nem is az én mérkőzésem, de látunk egy eléggé szoros mérkőzést, és a bíró azért elég szépen bele tud nyúlni. Akár annyi elég is, hogyha az egyik birkózó mondjuk nem rendelkezik olyan kondicionális képességekkel, és akkor hát mindig belefúj sokszor a bíró. Pihenni hagyja. Igen, ilyenekre gondolok. Arra visszatérve, hogy jól választottam el, hát nagyon sokat kell edzeni, és hogyha én leszek a legjobb, akkor igazából bármit csinálhat a bíró. Én ezen az állásponton vagyok. Hát igen, ezt az előbb Tóth István is mondta, hogy kis Ferencet idézve, de azért nem akartam közbeszólni, mert ez semmiféle olyan versenymúltam nincs, ami megengedné, hogy súllyal ennek ellen mondjak, de hát ha az ember ilyen ellengőzt érez, azért ma már az élsport legélén, azért olyan kicsik a különbségek, hogy ez egy luxus kijelenteni, hogy jó, hát a legjobb mindenkit legyőz, de akkor lesz csak a legjobb, ha mindenkit legyőzött. De ezek közt azért nem egyszer van úgy, hogy kettő, három, akár több is azonos képességű. Egy kicsit hadd segítsek be az Olinak. Nem olyan sok választása volt, mert az apukája nagyon jó szellembe tartja az edzéseket, nagyon jó szellembe viszi a versenyeket is, ugyanis nem foglalkozik azzal, hogy a bírók hogy döntenek, hanem ha hátrányba kerül is a versenyzője, még ha a fia is, az sugallja belé, hogy még jobban, még többet tessék akciót csinálni. Na most, amiről most beszélünk, ugye az olimpia, de fölnevelni, föl lehet a versenyzőket, a gyerekeket úgy is nevelni, hogy az edző állandóan reklamál, hogy ezt elcsalták, vagy igaza van, vagy nincs igaza. Van, amikor igaza van, van, amikor nincs igaza. Meg lehet, de ha a versenyző is elfogult. Abszolút. De ha a versenyző azt érzi, hogy mindig másba keresse a hibát, na most a Zoli ilyen értelemben, az apja Zoli, az ilyen értelemben arra ösztökéli a versenyzőket, nem baj, gyerünk, csináljunk egy másik akciót. Na most a kis Feri mondta ezt nekem, hogy a jó birkózó, a legjobb, az úgyis megver mindenkit. Hát ő volt a legjobb példa arra, hogy olyan mérkőzéseket vettek el tőle. Tehát volt a Müncheni olimpián olyan, amikor első nap lebirkóztak, és akkor a második nap azzal kezdődött, hogy a második, a három menet volt, 3x3 perc, a második menet közepétől birkózzák le végig. Soha ilyen, előtte se, utána se volt ilyen. De tanácsnak azt adta, nem érdekes, nekem fontos volt, mert akkor, mert én a parter birkózástól nagyon féltem. És ő rávett arra, hogy nem baj, a legjobb birkózó az úgyis megveri, és hát nyertem úgyis világbajnokságot. Tehát visszatérve,
az apukája jó szellembe, tehát egy edzőnek úgy kell nevelni a fiatal versenyzőt, és aztán majd, ha eljut az olimpiáig, és nem neki kell ezzel foglalkozni, hogy csalnak a bírók, vagy nem csalnak, hanem a Nemzeti Szövetségének kell olyan helyzetet teremteni, hogy meg tudja védeni a versenyzőjét. És itt most sajnos ez nem, visszatérve a mostani olimpiára, ez nem sikerült. Nem volt képviseletünk. Nem volt képviseletünk, igen. Már többször elhangzott itt a parter szó, és hát őszintén szóval biztos vagyok benne, hogy nem mindenki, aki hallgat és néz bennünket, tudja pontosan. Ugye leküldik az egyik birkózót ilyen négy kézlábra magyarán, igen, egyszerűen. Volt idő, ha jól emlékszem, tessék megmondani, ha rosszul, amikor volt a mérkőzésnek egy olyan szakasza, amikor kötelezően az egyiknek le kellett menni, aztán majd a másiknak is. Volt, igen. Valamikor... Tehát nem valami vétség, vagy a másik fölénye hozta, hanem egész egyszerűen mind a kettőnek. Legfeljebb annak volt talán valami enyhe árnyalata a megítélésben, hogy ki megy le először. Igen, igen. Na most én azért féltem a parter birkózástól, mert valamikor még én előttem volt egy ilyen, tehát mielőtt elkezdtem birkózni, volt egy ilyen, úgy emlékszem, és utána az én időmbe be is hozták. Tehát ez egy kiszolgáltatott helyzet. Tehát amikor annyira kiegyensúlyozottá váltak, már videón is megnézték egymást, tehát fölkészültek egymásból a versenyzők, és akkor egy olyan szabályt hozott a szövetség, hogy egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, hogy mégis valamilyen akciókkal dőljön el, ne pedig bírói intéssel dőljön el a mérkőzés sorsa. Eltelt 2 év, már ez a kiszolgáltatott helyzet is, fölkészültek rá, és már ott is szinte ugyanolyan, ugye, mert ha háttal van nekem az ellenfél, ugye a parter helyzetben, én mögötte vagyok, háttal van, egy kiszolgáltatottabb helyzet. Arra is fölkészültünk. Úgyhogy a szabályokon mindig egy kicsit változtatnak, az a nagy probléma, hogyha ennyire, mint hogy ezen az olimpián is, ennyire szubjektívá tették, és nem megfelelő bírók képviselték ott a versenyzők érdekeit. Tehát nem a nemzeti érdekeiket, hanem ha egy rosszabb bíró vezeti, akkor téved önhibáján kívül, mert rosszabb képességű. Mindent, igen. Általában nem egy olyan sportág van, ahol a bíróknak legalább olyan szinten kell tudni a sportágat, mint a versenyzőnek. De ha a versenyző többet tud a birkózásról, mint a bíró, mert olyan országból jön, aminek nincs olyan kultúrája, mint mondjuk egyik-másik, akár a magyaroknak is, hát ott már a jó szándék sem elég. Abszolút így van, ugyanis most... Ne azt nézzük, hogy rosszat akar csinálni, és akkor két hasonlónál valaminél, egy egyszerű helyzetnél eldönti. Nézzünk egy olyat, amikor történik egy akció, történik egy kontra, abból egy visszatámadás. Ha ezt a bíró nem tudja a fejébe végigvezetni, hogy a piros csinált egy akciót, a kék megkontrázta, a piros újra visszatámadott, ha ezt így nem tudja a szem előtt az agyába végigvezetni, akkor a második után már rosszul mutatja, hogy most a piros csinálta, vagy a kék csinálta. Tehát nagyon fontos az, hogy alkalmas legyen a birkózás vezetésére az a bíró. És akkor szoktak összegyűlni a bírók, amikor egy ilyen kavarodás van, és akkor ugye hármas bírói rendszer van, és akkor megbeszélik a dolgokat, hogy na, akkor most mi történt. És akkor hát... Ha úgy tudnak dönteni, hogy mondjuk az egyik birkózó nemzetet jobban kedvelik, akkor persze, természetesen annak az oldalára fognak, ha lehet. Szóval magyarán szólva, és ebben a kinek van döntő szava, a vezető bírónak, tehát aki a mérkőzést vezeti, vagy aki ül kettő még a szőnyeg mellett? Aki ül kettő a szőnyeg mellett. Őnekik nagyobb szavuk. Őnekik van nagyobb szavuk. A vitás esetekben. Már csak azért is, mert ők magasabb rangban vannak a tudásuk alapján vélhetően. Tehát, hogy ők olyan szintű bírók, akik jobban látják, jobban el tudják dönteni. De érdekes módon még abban is, hát lehet, hogy ez is laikus, nem baj, már eleget védekeztem. De azt látom, hogy ilyen parter eseteknél, mert most is van, hogy leküldik a szőnyegre, nem?
De van. Van parter helyzet. Attól függ, hogy a passzívabbik, ki a passzívabb. Igen. Hogy micsoda, ez egy szubjektív megítélés dolga az is, hogy ki melyiket engedi el, hiszen ugye a szabály gondolom az, hogy rá kell tennie a hátára a kezét, és a jelre kezdhet akcióba. Hát a bírónak... Hogy kivágja hasra magát előbb, és megvárta-e, míg a hátához ér, vagy hogyan, mert ha elterül, mint a béka, akkor már nehezebb vele kezdeni, igaz? Hát a bírónak nagyon szemfülesnek kell lenni, először is, hogy ez a parter helyzet a szabályosan legyen megadva, végrehajtva. A másik az, hogy a kezét ráteszi, és itt abszolút szubjektív. Most az mozdult el, akinek a hátára tették a kezet, vagy csak játszott és majdnem a hátára tette a kezet, mégse tette, abszolút szubjektív. Na lehet ezzel is játszani. Ha kétszer egymás után rám szól a bíró, akkor az is... Kire? A fölül lévőre? Alul lévőre is, hogyha túl hamar elmozdul, akkor ugye a fönti az nem tud... Nem tudja meg összefogni, és akkor nem tud majd akciót csinálni. És hát szoktak ezzel játszani, hogy amikor én vagyok mondjuk, én vagyok ez az esetben, akkor oda megyek, és akkor így a lábammal kicsit meglököm, hogy akkor hasra essem, akkor rászól a bíró, akkor megint, és ha kétszer rászól egymás után, akkor az pont jár nekem, mert hogy ilyet nem szabad csinálni. Hát ez inkább trükk. Hát trükk, igen. Hát szóval, magyarán szólva, amik csak elhangzott, az is azt mutatja, hogy itten a bíró megnyeri, vagy elvesztheti a meccsek egy részét, független attól, hogy mi történt a szőnyegen, és mi a realitás. És hogy állunk ezzel mi magyarok? Szóval mi a helyzet a magyarországi birkózásban? Most ez nem a szabályok szempontjából nézem, hogy adva van egy ilyen nemzetközi állapot, ami van, hát ilyen a birkózás. A szabályok még fognak változni. Szerintem még ahogy eddig változtak, ugyanabban az ütemben tovább fogják változtatni. Hát hiszen egyszer 3 perccel meg is rövidítették, ugye ez hány éve ennek? Már birkózta akkor? Szerintem nem. Mikor volt ez? Hát, én a dátumok a hadilábon állok. Elég régen volt az, hogy a 2 menetre hozták a birkózást, 3x3. Nézzünk meg egy kicsit, hát ez most már mondjuk a Zoltánt kevésbé érinti, nem hiszem, hogy nagyon mélyen elgondolkodtál 20 éveddel a nemzetközi helyzetünkön, inkább azon, már mint a birkózásban, inkább azon, hogy a saját pályád menjen. De hát neked van rátekintésed, elnökségi tag is voltál, vagy... Én tudom, jó. Igen, elég hosszú ideig voltam elnökségi tag is. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor én elkezdtem birkózni, meg amikor javába, tehát már felnőtt korú birkózó voltam, akkor Magyarország sok lábon állt. Sok olyan szakosztálya volt, ahol komoly edzések folytak, nagy létszámú edzések folytak, nem csak utánpótlásban, hanem felnőttben is. Ez sajnos leszűkült, nagyon leszűkült. Miért? Két alapvető problémára. Ugye 30 év alatt a sport az nem volt igazán helyén kezelve, akár jobbról, akár balról, nem akarok én itt politizálni, mindig nehezebb helyzetbe került. Anyagilag? Anyagilag, tehát a feltételek miatt. Hát a támogatás. Támogatás miatt. Nem tudtuk eldönteni mi szakvezetők, hogy egyszer azt mondták, az utánpótlás kell, egyszer a tömegsport, egyszer az élsport. 2 évente, 3 évente változott az hogy fognak bennünket, mint egyesületet, mint birkózó szakosztály támogatni. Ha sok versenyzünk, sok kis gyerekünk van, vagy pedig hozunk egy pár érmet világversenyről, vagy az olimpiáról. Ebben a lehetett, tehát az egyik az az, hogy ugye megváltozott a világ, nem cégek támogattak bennünket kötelező jelleggel, hanem az állam adta a szövetségen keresztül. Az első időben a szövetség borzasztó nagy bajba volt, aztán meg a szakosztályok, az egyesületek voltak nagy bajba. Elindult egy,
egy olyan folyamat, amikor a szakosztályok kezdtek összeszűkülni. Ha öt évre ezelőttre visszagondolok, olyannyira, hogy az egész magyar birkózás szinte egyetlen klubbá, amit úgy hívtak, hogy válogatott, szűkült össze, sorvadt össze, összefonnyadt ennyire. Én azt gondolom, az egyik része az, hogy a birkózásra körülbelül egy 3-4 évvel ezelőtt azt hiszem, hogy jó irányba elindult, tehát anyagilag helyére rakták az ügyet, és megfelelő támogatást kapunk. Na most, ami sok év alatt elromlott, annak is kell egy pár év, amíg vissza tud épülni. Ez az egyik része. A másik része az, hogy a birkózáson belül is azért voltak segélykiáltások abba az irányba, hogy bajban vannak a szakosztályok, és azt gondolom, hogy nem elég hatékonyan voltak a szakosztályok segítve, támogatva abba, hogy talpon tudjanak maradni. Ilyen volt a mi esetünk is, amit mondtam a beszélgetés elején, hogy BVSC GANZ, tehát BVSC DEGA, tehát GANZ vagy a DEGA ezek a támogatók. Tehát a BVSC és a TÁT összefogott, és éveken keresztül az első, második, harmadik helyen voltunk, mint szakosztály. Öt évvel ezelőtt eljutottunk abba a helyzetbe, eljutottam én, mint szakvezető abba a helyzetbe, el kellett döntenem, élsportot fogom, vagy az utánpótlás sportot fogom támogatni. A szívem az élsport felé húzott, az élsport részét, az utánpótlás része, a Zoliék, azok Dorogra mentek. Na most Doroghoz csatlakoztak. Ma évek óta a Dorog az első, második szakosztály. Utánpótlásban. Most már felnőttbe is, az Oliék. Felnőttek, tehát most már felnőttbe is. Tehát igazából a szövetségnek jóval előbb kellett volna váltani az irányba, hogy a szakosztályok talpon tudjanak maradni. Na most például a te helyzeted, ugye ennek fényében, hogy mi az a támogatás, ami egy olyan fiatalembert, aki hát enyhén szóval is ígéretes a sportágában a jövőjét tekintve. Édesapádról hallottunk, két fiú testvéred, összesen hárman vagytok, tehát igen, három igen, fiú, igen. Ők is birkóznak. De te vagy most az én lovas, hogy úgy mondjam, mert úgy legidősebbként is, és ennél fogva legeredményesebbként is. Mi az, ami téged a birkózáshoz, hogy mondjam, oda vihet, és gyakorlatilag ez a fő tevékenységed. Ha nyersen fogalmazok, mennyire vagy profi? Hát azért foglalkoztat az, hogy meg tudok-e élni ebből a sportágból, ha erre gondolunk most. Igen, úgyhogy ugye fontos az, hogyha valaki komolyan akarja csinálni, az támogatást is kapjon. Támogatást meg akkor kap, hogyha eredményes. És hát van mindenféle kiskapuk, amik például, hogyha valaki nem is eredményes, akkor most szeptembertől decemberig folynak ezek a Bundesliga mérkőzések. Az is jó pénz, például hétvégente ki kell járni Németországba, és akkor ott fizetik meg azt. Szóval magyarul ebből az is következik, hogy mindabból, ami lehetőséget kapsz, hogy te a magyar sport számára dicsőséget hozzál, mindaz e pillanatban nem valószínű, hogy elég a felkészülés teljességére, hanem el kell járni egy kicsit bundesligázni. Igen. Én úgy gondolom, hogy azért javuló helyzetben van ez az egész. A Gerevics az a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, nem, a Magyar Olimpiai Bizottság is hozzájárul, ugye, és hát az is, hogy aki eredményes, az kap pénzt, avonta. Igen, hát ez egy örök, ez majdnem a tyúk vagy a tojás esete, ugye, hogy most az kapja-e, aki eredményes, vagy az kapja-e, aki eredményt tud ezáltal hozni. Igen. Mert hát nyilvánvaló, hogy az összefüggés a anyagi támogatás és az eredmény között az tagadhatatlan. Hát a birkózás az egy olyan sportág, hogy kell az edzőpartner ahhoz, hogy föl tudjon készülni. Azt is fizetni kell.
Tehát ha sarkítom a dolgot, ha az aktuális 10 világbajnokot összezárják egy klubba, a következő olimpián valószínűleg, hogy egyik se fog jól szerepelni. Tehát ahhoz kellenek azok a felkészítő emberek, akik felkészítik a versenyzőket. Tehát én azt gondolom, hogy ami régebben is volt, hogy egy súlycsoportban 4-5-6 ember rivalizáljon azért, hogy melyik legyen a jobb. Ma a birkózásban egy, tehát súlycsoportonként, de van olyan súlycsoport, ahol még az egy sincs meg, de olyan, hogy 2-3, talán majd most, tehát évek kellenek ahhoz, hogy most történt azért nálunk egy változás a birkózáson belül, és elindultunk egy jó irányba másfél évvel ezelőtt, de azt, ami elromlott 10 év alatt, 11 néhány év alatt, azt pár év, hogy vissza sikerüljön hozni, de jó irányba indultunk sok lábon, tehát több lábon, 6-8-10 olyan szakosztálynak kell lenni a birkózásba, ahol komoly edzést tudnak tartani. És hogyha van súlycsoportonként 6-8 rivális, na abból már akkor megint. Más országok, ugye a Amerikában is nem tudom hány millió ember birkózik, a szovjet Oroszországban. Millió ember ehhez képest. Na most, igen. Ehhez képest, mint ahogy a többi sportágban is, mi magyarok messze, tehát a lakosság arányát messze túl reprezentáljuk az érmek tekintetében. Zoltán, van egy rövid távú célod? Tehát mi az, ami most... Közeljövőre mit szeretnék? Hát jövőre a felnőtt európai bajnokságon érmet szerezni. Meg az U23-as Európa-bajnokságon. Melyik van előbb? Szerintem az U23. U23? Hát 23 évi alattiak. Ott gondolom az érmek közül a fényesebbiket. A fényesebbiket. Igen, de már az is kemény egyébként, tehát már az sem junior, már az már a kis felnőttek kategóriája. Hát nyilván ott is vannak hozzád hasonlóan nagy tehetségű jelöltek, akik igen, de ugyanazt akarják. De az aranyér megyek egyébként. Hát tanár. Ha? Ebben előtt válogatottnak kell lenni. Na, hát furcsa módon azt kell, hogy kívánjam neked és édesapádnak is, aki ugye egy kis műhelyt hozott létre maga körül birkózókból, hogy jó bíráskodást kívánjak, és a többit valószínűleg ti magatok már elintézitek így, ahogy vagytok családilag. Neked pedig István köszönöm szépen, hogy megint rendelkezésre álltál. Félek, hogy még foglak macerálni, vagy inkább azt kell mondanom, remélem, hogy még tudlak majd, hogy beszélgessünk a sportágadról. Köszönöm szépen a hozzánk való türelmet.